A borús idő sem tántorította el a makkóiakat és a térségben élőket, hogy kilátogassanak a pünkösdi hétvégén a Kiskaskára. Több mint 30 áros portékája volt megtekinthető a Makovec téren. Természetesen a szervezők ügyeltek arra, hogy kellő távolságra legyenek egymástól a standok. Volt olyan kézműves, aki először vett részt a vásáron. Többek között ilyen volt Pignici Henrietta is, aki lakásdekor termékeit hozta el és mutatta be stábunknak. Álomfogókat, ajtódíszeket, kis tárolódobozokat, amit ezelőtt mutattam neked, manókat, ezeket a kis csüngős díszeket. Természetesen voltak helyi termelők is, akik már-már visszatérő vendégei a Kiskaskának. Egyelőre mi csak nézelődnek, de mi hoztuk a saját termékeinket, a híres makói csokoládékat, bombonokat, most már szólóba is fogjuk árulni, így szemenként, meg hát a makói képeslapokat, hűtőmágneseket, bögréket, amit a turisták keresnek. Gyöngyékszereket hoztam nagy mennyiségbe, nagyon finom, apró gyöngyből készítek ékszereket, úgynevezett japán gyöngyből. Különlegesség, amit azért messze földön nem igen csinálnak mások, struc tojásból készítek ékszereket. Az ékszerek és az édességek mellett még plüss figurák, szappanok, levendulás készítmények is megtalálhatóak voltak. Ha valakinek elfogyott volna a járvány alatt a méze, azt szintén be tudta szerezni Batik Vilmos méhésznél, aki megosztotta, hogy melyek a legkeresettebbek. Az akác az mindig nagyon népszerű. Akinek saf problémája van, vagy kicsit az inzulinnak gondja, az jobban a repcét viszi. Tehát mindenkinek megvan ki a hársat, az álmot, ki melyiket szereti. Tehát valóban, aki csak simán teába, vagy süteményben napraforgót visz. A kilátogatókat pedig arról kérdeztük, hogy miért szeretik a Kiskaskát. Szeretem azt, hogy ilyen ügyeskező emberek vannak, és ilyen sok mindent tudnak előállítani. Nagyon szeretem, ami helybe készült, és ide makóra jellemző dolgokhoz kötik az embereket. Én nagyon szeretem. A kézműves vásár idén nem a megszokott zenés-táncos programokkal várta a térségben élőket, de elmondható, hogy a családok örömmel vették szemügyre a termelők portékáit.